Sziasztok! Ebben a videóban egy Heroes Elite 25 g-os nyilat fogok nektek bemutatni. A terméket a Game Center biztosította a videóhoz. A doboz teljesen szokványos Heroes doboz. Bal oldalon láthatjuk a nyilakat a plexi borítás mögött. A hátoldalon a grip kilakításáról és bevonatról kapunk egy grafikát. Alsó felén a doboznak a többnyelvű figyelmeztetést is láthatjuk, valamint azt is megtudjuk, hogy Angliában gyártották azokat. Kapunk a készlethez egy fekete kinyitható műanyag tokot, ebben pihennek a testek összeszerelve a szárakkal. Itt is látható a Made in UK felirat. A testek kialakítása nagyon összetett. A Heroes megpróbálta a legergonomikusabb alakot kifejleszteni. 90%-os wolfram ötvözetből készültek, amit titánnitrit bevonattal tettek ellenállóvá. Találunk rajta nem túl mély, de sűrű radiális mélyedéseket, valamint fűrészfog jellegű bemarásokat. A testfogása jónak mondható, és a sűrű mintázatnak köszönhetően nem is tapad hozzá az ujjainkhoz dobás közben. A gyártás során először az áramvonalas formát alakították ki, ezután kapta meg a keményített titánnitrit réteget, majd a végleges formájára munkálták. 25 mm-es fekete hegyet kapott. Ennek a 25 g-os testnek kereken 50 mm-es a hossza. A test átmérője 7,4 mm. A műanyag szár és a kisebb méretű standard toll 79 mm-rel növeli meg a nyíl hosszát. A test súlypontja toll és szár nélkül 23,5 mm-re van a test elejétől, a gyári szárral és tollal pedig 28 mm-re. Az első nyíl 25,3 század, a második 25,5 század, a harmadik szintén 25,3 gramm. Ha tetszett a bemutató, akkor ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, hogy a soron következő videókról ne maradjatok le, mert hamarosan egy újabban jelentkezem. Sziasztok!